Jó estét kívánok, kedves nézőink! Nyír Bátornak felteszem, évtizedes problémája ez a bizonyos szakhatás. És ugye úgy tűnik, hogy teljes mértékben elfogyott a lakosság türelme. Ez ugye egy 2018-as lakossági fórumon is, ahol ez volt a téma is elhangzott, de nem csak a nyírbátoriak részéről, hanem a Bátortrét Kft. Tulajdonosa részéről is, hogy ő is érzékeli, hogy elfogyott a türelem. Nyilvánvalóan ez így tovább nem mehet, és ami az ő részük ebben, azt megpróbálják megoldani, és komoly beruházásokba is kezdtek és kezdenek. Itt van most Petis Mihály, a vendégem, jó estét kívánok! Hát ugye eltelt most már a lakossági fórumhoz képest majd másfél év. Önök nyilvánvalóan hozzákezdtek akkor azokhoz a beruházásokhoz, amelyek remények szerint meggátolják azt, hogy az önök üzemeiből Nyírbátort kellemetlen szag áradsz el időnként. Hozzákezdtek ezekhez a beruházásokhoz, illetve ha hozzákezdtek, akkor hol tartanak ma? Engedjék meg, hogy én is tisztelettel köszöntsem a nézőket. Ez egy folyamat, ez a szaktalanítási folyamat. Ez nem most kezdődött, nem másfél éve kezdődött, hanem sokkal korábban. De ugye itt engedélyezési, megvalósítási és hatékony alkalmazási kérdések vetődnek párhuzamosan fel. Itt megengedi, hogy közösszük egy picit. Mikor indult maga ez az egész történet? Tehát amikor ön elkezdte ezt itt Nyírbátorban? Hány évvel ezelőtt? 2003-ban üzemeltük be. És 2003-ban lehetett azt gondolni, hát ön egy hozzáértő szakember nyilván, lehetett azt gondolni, hogy ez a tevékenység, ha felfejlődik, akkor járhat ilyen hatásokkal is? Egy új dolog, ha valaki belekezd egy új dologba, azt pontosan nem érzékeli, nem lehet érzékelni, hogy milyen közbülső és milyen hatások vetődnek fel. Ez egy úttörő dolog volt, vagy az országban volt már máshol ilyen, ami működött, és onnan lehetett esetleg tudni, hogy ez mivel járhat? Végül is ez úttörő dolog volt. Nem nálunk van az egyetlen, mi Európából hoztuk a példát, gyakorlatban megnéztünk nagyon sok üzemet. Ezek navarró üzemek, tehát növényi anyag feldolgozására készült üzemek voltak, és hát mi annyit csináltunk, hogy többet raktunk egymás. Ilyen párakban vannak a fermentorok, Németországban főleg, és abból csináltunk mi 6 párt, mert a célt, amit kitűztünk, ugye azzal lehetett volna megvalósítani. Ugye nyilván önök nem kezdtek úgy bele, hogy nem mentek volna ki mondjuk Németországba megnézni, tehát ne szereztek volna tapasztalatokat. Amikor kint voltak, akkor ott nem éreztek semmi olyan környezetre ható szakhatást, ami esetleg elgondolkodtatta volna akár önt is, hogy ezzel óvatosan érdemes bánni, mert ugyan ennek a gazdasági haszna, akár társadalmi haszna is megvan, miközben meg mondjuk irritálja a lakosságot időnként? Nézze, tegyük tisztába. A biogázüzemben soha nem volt szag. Logikus, hogy az anyag mozgatásból, ami bekerül a biogázba, meg ami kikerül onnan, ami szabad levegőre kerültek, azoknak voltak szaghatásai, ami már időnként jelent meg. De maga a biogáz egy oxigénmentes környezetben. Én nem is arra gondolom. Hát, de tehát maga a biogáz az nem szagos, most se szagos. Persze, de az egész összefügg egymással. Hát nem függ össze, mert ugye amikor elindítottuk, ugye akkor az alapanyagokat mi növényi alapanyagokkal kezdtük, és hát végül is szélesedett a tevékenység, és ugye itt minden alapanyagot mi gyártjuk. Mikor volt az az időszak itt a városban, amikor először jöttek a lakossági jelzések, hát nyilván önfelé is, hogy ez itt időnként kellemetlen hatásokat okoz? Nem tudom pontosan megmondani, de szerintem 2010. Tehát 2010. Úgy gondolom, már volt, ott korábban is kihelyezett önkormányzat ülés, még akkor én is azt hiszem tisztségviselő voltam, azt hiszem a körül. És amikor jöttek ezek, akkor nyilván ön elgondolkodott, hogy mit lehetne csinálni. És akkor 2010-től, vagy már előtte is esetleg hozzákezdtek ahhoz, hogy hogyan lehetne csökkenteni ezt a hatást?
Tehát mi olyan tevékenységet végzünk, amit mások is végeznek. Mi azokat a technikákat másoltuk le. Tehát nem kitalált új technológiát hoztunk be, hanem egyszerűen, aki ilyen állatérdető anyag feldolgozásával foglalkozik, azoknak a rendszerét vettük át. És akkor mi történt közben, hogy 2018-ra oda jutunk el, hogy egy elég jelentős lakossági felháborodás van? Most azért gyorsan hozzáteszem, nem csak a Bátortrét Kft-vel kapcsolatban. Ugye ezen a lakossági fórumon is nem csak a Bátortrét volt ott, hanem ugye ott volt, hogyha jól tudom, a Transit Food, és még egy cég volt ott, még egy cégnek a képviselői, de tulajdonosként ön volt, azt hiszem, az egyetlen, aki ott jelen volt. Igen. Ezen. Tehát mi történt közben? Tehát megsokszorozottak ezek, túl sok minden dolgoztak fel, és ennek a túl sok mindennek időnként kiszökött a szava? Legtöbb problémát az állatérdezetű fehérje feldolgozó üzem csinálta. Tehát a nyíresi, amit már többen ismernek, annak is nem a gyártó része, hanem a anyag előkészítési és továbbítási része, tehát a feldolgozás utáni része. Ezt a részt az az igazság, hogy mivel mi direktben a biogázot terveztük csak felhasználni, ezt zárt rendszerben képzeltük el, és meg is oldódott volna. De itt jöttek olyan alapproblémák, amiket nekünk kellett fejleszteni. Tehát ez az egész folyamat azért egy megvalósítható, elkészíthető, de mindenki, aki ezzel foglalkozik, küzd ezekkel a hatásokkal, és hát ki milyen szerencsésen és milyen hatékonysággal tudta ezeket megvalósítani. Ez adott esetben csak szerencse kérdése, vagy tulajdonosi hozzáállás kérdése is, és hozzáértés kérdése is. Magyarul, hogy hajlandó-e a tulajdonos, ha egyszer szakmailag felismeri a problémát, beletenni a szükséges tőkét, hogy a technológiát úgy korszerűsítse, hogy az lehetőleg minél kevesebb környezeti hatással járjon. Tehát, ha úgy veszem, ez pénzt igényes tevékenység. Tehát ez nagyon sok beruházást igényel. A mi esetünkben ez soha nem volt kérdés, hiszen a lakossági együttélés, a fenntartható üzembiztonság, ez meghatározó volt. Ennek ellenére azért a folyamat bizonyos időszakokban, és amire nem lehetett felkészülni, olyan hőségnapok vannak, hőségszakaszok vannak, ahol minden megváltozik. Ahol az egész folyamat más hatásokat vált ki. Másképp jelenik meg a lakosság körébe is, magyarul megfordul a szél, nem mozog a levegő, beáll egy-egy területre, akármilyen szagról beszélünk. Magyarul akkor a nyírbátoriak többek között a klímaváltozásnak is köszönhetik azt, hogy ez a helyzet ennyire gyakran fordul elő? Én nem állítom, hogy sok tényező függvénye, de a fő probléma innen vezethető vissza. Tehát bizonyos formában, de nem akarom ráterelni, mert hogyha nincs szag, akkor a klímaváltozástól függetlenül nincs szag. Hát meg egyébként, hogyha nincs ez a tevékenység, egyik sem, tehát nem csak az önöké, hanem a többi cégé, és akkor feltehetően ugye kevésbé irritálja az embereket valamilyen így szag, van, mert nincsen. Így van. Na most ön is Nyírbátorban él, ugye? Így van. Hát sokszor felvetődik a kérdés, felteszem én, önöknél is otthon, hogy hát most nem jó kimenni, mert érezzük a szagot. Nem hiszem, hogy az ön óra immunisabb lenne, mint a nyírbátoriak többséget. Ön is érzi ugyanúgy. Az érzékenység szempontjából szerintem a miénk a legérzékenyebb. No. Annyi hatás vetődött fel, és negatív hatás, amit nagyon sajnálok, hiszen ilyen célokkal dolgoztunk ennyit vele, de végül is pontosan érzékeljük és érzékeltük azt a folyamatot, ami valóságban megjelent. Gondolom én, hogy, vagy nem tudom, akkor inkább úgy mondom, nem tudom, hogy szét lehet-e szedni, hogy körülbelül ha 100-nak vesszük a szakhatást, ami itt van Nyírbátorban, akkor ebből hány százalék lehet az önöké? Ha egyáltalán lehet így feltenni a kérdést, nem tudom.
Az a baj, hogy mindegy, hogy milyen szakban, az már mi vagyunk, az már akár én vagyok. Túl tehát, nagyra nőttek. Nem, nekünk címzik, és ugye ez egy olyan folyamat közepén vagyunk, vagy a vége felé vagyunk, ahol mi garantáljuk, hogy a mi telepeinkről, üzemeinkből nem lesz szag. Na nézzük, mit mondjuk. Olyan jellegű szag, ami hát logikus, hogy egy állattartó telepnek vannak, meg minden ilyen üzemnek vannak havária és egyéb helyzetei, amiből lehet, de azt ugye előre lehet, vagy szólni lehet, tehát az ugye egy egyedi dolog. De olyan jellegű szakhatás, amivel most a város, folyamatos üzem miatt, ami a város foglal, ami igen, folyamatos üzemben nem képződhet. Na nézzük, hogy... Nem fog képződni, mert valahol még nem eljárunk a végén. Nézzük, hogy mit mondott ön 2018-ban ezen a bizonyos lakossági fórumon, ott azt hiszem az utolsó hozzászólását készítették elő a kollégáim. Meglehetősen vehemensen fogalmazott, tagadhatatlanul egy kicsit indulatos is volt. Tehát akkor nézzük meg most ezt. A téma egyértelmű, és a mostani helyzet egyértelműen reprezentálja, hogy vége van a kövelemnek. Ezekről ne beszéljünk, mert az enyémnek is a vége van. Higgyék el, hogy a legnagyobb teher alatt én. Nem viszik el, nem gondolják, de feltételezzék, és azt, amit ön mondott, hogy tudtam 16-ban is nem tettem semmit. Honnan tudja? Mi az, amit nem tettem meg? Elnézést. Amit maga tudott, az konkrétan, az tudja, hogy meg lett valósítva. A probléma nem ez. A probléma az, hogy annak is kell még egy biztonságát, egy biztosítást. Azon túl még egy szembe kellett csinálni. Ebben az évben már az ötödik biofiltert csináljuk, hogy értsük egymást. A fehérje feldolgozó üzemben nincs már olyan, egy épület még van, még azt meg kell csinálni, ott is megvan a filter, de még nincs beüzemelve. Ez pont a komposztos részen van, amelyik nincs erős nagy teljesítményi ventilárokkal megszívva. Ezek az üzemek vákuum alatt mennek. Nem kifele jön a szag, csak befele tud menni. És ezt a megszívott levegőt a biofilterre visszük, és ott szaktalanítjuk. Én azt mondtam, hogy annak a végén járunk, hogy egyáltalán tudjuk, hogy hogy lehet befejezni. Azért nem egyszer ezt kitalálni. A másik dolog, ugye ennek van egy sorja, amit meg kell kérjünk, hozzájárulás kell. Remélem ebben az esetben kivételes gyorsasággal fogjuk megkapni az engedélyeket. Tudjuk, hogy kivel vitelezzük ki, a technikánk is megvan, nem támogatásból. Lehet, hogy ha minden úgy megy, ebben az évben meg tudjuk építeni. De ennek ez a sorja. Tehát még egyszer nem arról van szó, hogy nem csináltunk meg mindent, amit vállaltunk. Még az is kevés. És ezt előre csak előre nem tudja az ember, csak ha megcsinálta és még látja, hogy még mindig nem tökéletes. Az biztos, hogy a vége az itt van. A jövő év nyára nem lehet. Ami lesz, az bezárjuk. Ha mégis olyan van, és ebben megmondom őszintén, nyíltát teszem a dolgot. Ne legyen ez bizalmatlanság, meg vitatható téma. Amit mi fogunk csinálni, mindent elkövetünk, és ha mégis lesz olyan, ami a lakosságig eljut, akkor én fogok intézkedni. Mert nekem nincs szükségem rá, hogy kényszerből vagy akármiből én fenntartok olyat, ami akár egy embernek is árt. Sajnos, hogy ennyi ideig ezt muszáj volt végigcsinálni, mert ha nem így csináljuk, akkor lehet, hogy még nagyobb anarhiát csinálunk a hulladék terén. És én megmondom őszintén, azért itt élek én is már 50, mit tudom én hány, olyan idősek vagyunk, mert azt sem tudja az ember, hogy hány éve. De pontosan tudom, hogy itt ment végig az összes folyamat. Szeretek itt élni. És nem fogom megsérteni semmi olyan dologgal, ami jelenleg most itt téma. És ezzel én szeretném befejezni. És még egyszer kérem a segítségüket, hogy végig tudjuk mindezt a dolgot. Ne politikát csináljanak belőle, hanem muszáj, hogy segítsenek, és akkor remélem, hogy minden úgy lesz, ahogy gondolják. Ha nem úgy lesz, akkor mi részünkről, akkor is úgy lesz. Az, hogy ezen kívül lesz-e még máshonnan,
az már egy másik dolog, de szeretném egyszer és mindenkorra elfelejteni ezt a témát. Legalább úgy, mint önök. És úgy akarom itt hagyni, nem hagyom itt bárkit, mert érdekeltségeim itt lesznek, de a közvetlen működtetés nem én akarom már csinálni, ilyen intenzíven nem lehet ennyi ideig dolgozni. De csak én tudom megoldani. Én tudom a hozzávalót hozzátenni, és sosem nem csináltam félmunkát. Most se fogok. Még a hosszabb ide is. Ezért kértem bocsánatot, ezért kértem elnézést, és ezért mondtam, hogy sokkal tartozunk, de minimum ennyivel. És fogadják ezt. Na, szóval sokkal tartozunk, de minimum ennyivel. Én azt mondta egy éve és két hónapja, hogy erre a nyárra elkészül. Ez ugye... A fehérje feldolgozóról beszéltem el, akkor az volt a téma, az volt a probléma, akkor úgy gondolta mindenki, hogy az a fő probléma. És azt mondta, hogy nem is ön az, aki bele tudja tenni a pénzt, és nem sajnálja, szeretné megoldani, ellenben, hogyha ez mégis szakhatással jár, tehát büdös lesz Nyírbátorban, akkor ön tudja, hogy mit kell tenni, bezárja. Ma hogy látja? Sikerül megoldani, amit az önök részéről elvárható, és ha megkezdjük hozzá, sikerül? Amit mi vállaltunk, amit én vállaltam, ez a nyíresi fehérje feldolgozó üzemnek a szagmentesítése, nem azt mondom, a teljes befejezése, de a szagforrásoknak a megszüntetése, az megtörtént. Most kérem a kollégáimat, hogy akkor mutassanak nekünk ezzel kapcsolatban azt a légi felvételt, és akkor azon talán pontosabban meg tudja ön is mutatni, hogy tulajdonképpen miről beszélünk. Na, ugye ez a nyíres. Ez a nyíresi feladat. Igen. És akkor itt mit kell nekünk látni, amit ami szerint a lakosság megnyugodhat, hogy innen akkor nem jön a szag? Így van. Tehát a tevékenység mindenütt zárt épületekbe megy. Itt az épületek zártságával voltak problémák, jelentős problémák. Szinte az összes épületet átépítettük. Szigeteltük, zártuk, hogy elszívható legyen. Azon belül a szárítógépek, amelyikből a legtöbb szag jön neki, azt is vákummal elhelyeztük. De mégis jön ki, de az a házon belül, az üzemen belül van. Olyan nagy teljesítményű biofiltereket és elszívó ventilátorokat állítottunk be. Ezt mindjárt megmutatják szerintem a kollégák. 30 ezer köbméter per óra teljesítményű, ami a korábbi kapacitást meg háromszoroztuk. Tehát olyan nagyságrendben, mert hisz hiába szívjuk el a levegőt, ha azt nem tudjuk szagtalanítani. Ez a folyamat, ez teljesen megtörtént. Tehát olyan... Tehát ezek új beruházások, abszolút új beruházás, és ez kompletten kész is van. De még van természetesen olyan épület, új egy épületnek a teljes zártságát, azt még meg kell oldanunk. És hát végül is erről szól az egész. Melyik épület itt a Szarvasmarha Istállóról? Nem, ez még a Nyíresről beszélek. Folyamatban van, sajnos ott kivitelezési, meg egy együttélési problémából azért nem tudtuk beválni, nem tudtunk annyira haladni. De attól már ez működik. Tehát minden épületben vákuum van. És a vákuum olyan nagyságrendben, ahogy dolgozni lehet, és ugye azt jelenti, mint ahogy korábban beszéltünk is róla, hogy kívülről megy be a levegő a üzemekbe, és nem kifelé megy a levegő. Tehát onnan nem jöhet ki szag. Ha műszaki okok miatt, vagy zavar miatt, vagy fegyelmezettség miatt, persze, hogy lehet. De a rendszer 100%-osan működik. Ezt mi végig tapasztaltuk, végignéztük, ezért felelősséget tudunk vállalni. Ön ugye azt mondta itt a beszélgetés elején, hogy a nagy mennyiségű fehérjefeldolgozás okozhat igazán problémát. Azzal hogy állnak most? Tehát mi három részre bontottuk a problémát. Az első rész ugye az, hogy a szakforrásokat szüntessük meg. Ez, ami a lakosság felé ígéretként hangzott el, és amit én nagyon komolyan veszem, és nem is szívesen jöttem el a mai felvételre, mert én nem szeretem ismételni magam. Én úgy gondolom, amit én meg felszoktam vállalni, azt mindig megcsinálom. Jó, csak a lakosság esetleg azt gondolja, hogy a nyárára már kész kellett volna, és mégis van szó. Elnézést, igen, erről van szó. Tehát a legnagyobb szagforrást kiiktattuk. Ennek ellenére voltak szagok, meg vannak szagok.
Na most itt jönnek a problémák. A biogázból változatlanul nem is volt szakforrás. Ami van, vagy ami van, az a ferment lé, ami kijuttatásra kerül, annak a szagából lehetett. A szarvasmarha telep, az pedig olyan, mint az összes többi állattartó telep. Tehát van egy jellemző szakforrás, vagy szaga, de alapvetően ott nincsenek hektikusságok. Ami nekünk ott nagy feladatot okoz majd, és erre még visszatérek, tehát itt a fehérje feldolgozónál, tehát mint mondtam, a beruházási részét azt megcsináltuk. A másik része volt a mennyiségi kérdésnek a leredukálása. Úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk, egy 20%-kal tudtuk csökkenteni. Mi az végső cél? Hát én úgy gondolom, hogy csak annyi anyag kerülhet oda be, amit frissen és aznap fel tudnak dolgozni. Most szinkronba vagyunk, de mivel a vágóhidaknál is, meg a telepeken is vannak haváriás, amikor lefullad egy telep, lefullad egy istáló. És emiatt azért nekünk szabad kapacitást kell hagyni, hogy arra is készüljünk. Ez hiányzik belőle. Tehát ezt százalékosan nem lehet kifejezni, de egy 15%-ot hagynunk kell tartalékkapacitást, amikor ilyenek bejönnek. Tehát ez a másik kérdésnek a vége fele járunk, hát a szerződéseket egyenként kell, egyeztessük a partnereinkkel. Úgy gondolom, hogy nincs probléma ezzel sem. Mi van a fermentlével végül is? A fermentlé ugye az a biogáznak a mellékterméke. Igen. Tehát amikor kierjed a bevitt anyag, képződik belőle a biogáz, meg képződik fermentlé, illetve a fermentlének a szeparálásból egy szilárd fázisa. Ezt a fermentlevet nekünk a területen 90 ezer köbméter tárolókapacitásunk van. Tehát ilyen műanyag tárolók, amiben gyűjtjük, és ugye elő van írva a feltétel szerint, hogy mikor és hogy juttathatjuk ki. Ez a kapacitás egy fél évi készletet biztosít nekünk. Tehát úgy csináltuk meg, hogyha kell egy fél évig, tárolni tudjuk. De ezt mindenképpen kijutatják, és akár tetszik, akár nem, ennek lesz valamilyen. Nem lesz. Tehát, itt a közben a kollégáim mutatnak egy újabb képet, csak azért, hogy mit látnak a nézők, abban segítsen. Igen, ez a biogázüzem. Mint látják, nincs olyan épület, ami nincsen lefedve. Tehát a fermentlétározóink, azok mind nyitottak voltak. Egyetlen egy tartály van, a biológiai tisztító, ami a vágóidnak a szennyvizét tisztítja, az van nyitottan, de ugye az mindenütt nyitva kell lenni, mert pontosan az oxigén betáplálás miatt levegőztetni kell, de annak nincs szaga. Az összes többi befedését teljesen megcsináltuk, és most építünk egy olyan tisztítót, ez is egy biológiai tisztító, ami ennek a fermentlének a gáztartalmát, ami a locsolásnál ugye rögtön kikerül, aminek szaga van, ezt itt teljesen szagmentesítjük. Hát legalábbis hát amennyire ugye gazdaságos, meg ameddig el lehet menni, de ez már nem lesz érzékelhető. De az biztos ugye, hogy ez nyáron nem lehet, tehát amikor meleg van. Nem is használtuk, tehát mi nem locsoltunk, tehát abban az időszakban meg is beszéltük a hatósággal is, meg illetékesekkel, hogy mi ezekre tekintettel vagyunk, és ezt nem használjuk. Nagyjából ön felteszem, elkötött erre mondjuk 500 és 1 milliárd forint közötti összeget, lehet, hogy inkább 1 milliárdot. Ez a beruházás az emberben, vagy technológiai fejlesztés, inkább azt mondom, ez az emberben azt a kérdést felveti, hogy akkor nem gondolhatta komolyan, hogy ha mégis lesz hatás, akkor ön bezárja. Nézze, én nem kezdek bele egy olyanba, amit tudom, hogy nem tudok befejezni. Tehát egészen biztosra veszi azt, hogy... Ami a mi tevékenységünkhez kapcsolódik, 100%-osan. Mert ugye én azt logikus, még egyszer hozzáteszem, hogy az üzeminek van egy állandó, általános, ami nem kerül 100 méternél arrébb, de az üzemi szaga, meg vannak haváriás dolgok, amiket jelentenünk kell. Eddig is mi minden szag eseményt jegyzőkönyvenünk kellett, és a hatóság felé be kellett írjuk. Tehát nagyjából akkor most hol tartanak? Ha az egész folyamatot végignézzük, amit szükséges elvégezni, másrészt meg amit vállalt, és itt a város lakossága előtt. Így van.
Tehát a nyírest maradjunk abban, hogy az teljesen befejeződik, még ez az épület építése van, ami úgy gondolom márciusra befejeződik. A biogázban ez a biológiai tisztító, ez készen van. A beüzemelés stádiumában van, és hát ezt úgy gondolom, mire oda kerül a sor, hogy ezt ugye a levegő hatásokat külön kell nézni, ez teljesen működőképes lesz. Olyan anyagot fogunk kijuttatni a tározóinkba, ami ennek megfelel. Igen. Addig oxidáljuk, vagy addig tisztítjuk, akármilyen veszteség árán is, ameddig ezt a célt el nem érjük. Tehát ez megvalósul körülbelül. Hát készen van, csak ugye van ennek egy hatósági része, meg egy saját gyakorlati, kísérleti része, hogy ki kell próbáljuk. Én úgy gondolom, hogy márciusra rendelkezik. Tehát nagyjából akkor 2020 márciusára rendben lesz az önök részéről? A biogáz. A biogáz és a fehérje fel. És mi marad még? A szarvasmarha telepen, ugye ott most... Ott egy zárt istállót akarnak, ugye? Nem, az egész szarvasmarha telep, ugye itt sokféle szempont van már, van állatjóléti, van hatékonysági, és van voltak éppen, nevezzük úgy, hogy fenntarthatósági kérdés, ami a szakhatáson és a környezet és a lakosság kapcsán ugye fontos. Csak egy pillanat, pillancsom el monitorra, hogy a nézők is tudják, hogy amit most látnak, az micsoda. Ez a szarvasmarha telep és a hozzátartozó takarmánytároló. Hát nem a legjobb képlet kiválasztva, mert egy része látható, de a fő istállók láthatók. Világos. Tehát akkor március egyrészt, plusz akkor a szarvasmarha? A szarvasmarha istálló is elkezdődött az építésre. Tehát ennek, mint mondtam, korszerűsítési, állatjóléti és hát lazább tartási feltételt jelent ez. Meglévő, kicsit nem szabályosan üzemeltethető pavilonok helyett építjük ezt. Tehát nem egy új kapacitás, hanem a meglévőnek a korszerű új változat. Mennyi szarvasmarha van most? 2000-2100 darab. És ezt nem növelik? Nem. Ezzel az új beruházással sem. Nem, abszolút nem. Na most nyilván, hogy a lakosság egy jelentős része el is hiszi ezt, hogy tényleg elköltötte ezt a pénzt, és ezeket a korszerűsítéseket, fejlesztéseket elvégezte. Egy másik része meg akár elhiszi, azt mondja, hogy úgy is lesz. Akkor mi lesz? Tehát tegyük megint tisztába az alapállást. Tehát Nyírbátorban több mint 10 jelentős szakforrás van. Ebből önök 3. Ebből a telep szinten és üzemeltető pont szinten nekünk 3 van, illetve van a fermentli kiszórás és a trágya felhasználás. Ezekre tudok én garanciát vállalni. Jelen pillanatban is nehéz szétválasztani ezt a dolgot, mindaddig, míg a szaktelepen nem tudjuk reprezentálni, hogy a miénk rendben van, de utána is lesz. Én minden általam ismert partnernek szóltam, hogy jó lenne, ha egyszerre fejeznénk be, vagy megcsinálnánk. De ebben én nem tudok beleszólni. Tehát szóltam, hogy mi be fogjuk fejezni, és innentől a táblát elveszik, a céltáblát. Mert nem lesz mire. És nyílt napok... Hisz benne ön, hogy lekerül a céltábla ön? Nézze! Hogy lehet ezt a tudatosítani a nyírbátoriakban? Én úgy gondolom, hogy mindig is egy jó együttélés volt a jellemző ránk. Én azt gondolom, a tömeg az soha nem téved. Mivel nálunk is jelentős létszám dolgozik, ez a létszám is a városlakókon belül van. Tehát minden információ valahol, valakin keresztül úgyis kint van. Tehát itt nem lehet mellé beszélni, meg mi értelme lenne, hisz én nem azért csinálom, hogy most 2 évet nyerjek, vagy valamilyen megoldást találjam. Mit csinálnak a többiek közben, tudja? Tudja? Te zajlanak más? Tájékozódtam, terve vannak a változások. Tervben? Terve vannak, és foglalkoznak. Tehát még önnél betonban, ott meg tervben? Hát nem tudok ebben nyilatkozni. Az az igazság, mindenki csinált valamit, meg csinál valamit.
Nagyságrendiben, eredményességben nem tudom ezt minősíteni. Tehát magyarul, amikor ön befejezi, vagy önök befejezik ezeket a fejlesztéseket, akkor áll elébe a nyírbátoröknek, és azt jelentesenek jönni helyszínen én megnézni? Ezt is tervezem, ahogy befejezzük. Lehet, hogy egy-egy telepet, ha befejezzük, nyílt napot fogunk szervezni, ahol az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk, hogy győződjön meg a mi általunk üzemeltetett pontról. Nagyon rátok azt lehet mondani, hogy a nyírbátoriak nyilván élve gyanúperrel meg a múltbeli tapasztalatokkal, hogy jó, hát persze, most nincs szag, de amikor van, akkor meg van. Akkor az hogy lehet ezt erre válaszolni? Akkor kell kijönni, akkor fogjuk megcsinálni. Ja, értem. Hát nem tudok más, mert az az igazság, hogy... Tehát ön azt mondja, hogy ha 2020, mit tudom, májusában... Ez 2021-ben fog a vége befejeződni, de ugye itt sok korszerűsítés, tehát kapcsolódó részek már de ami a szakforrásokat illeti, én úgy gondolom a jövő év közepére a szaktelepülésére. Jó, tehát 2020 nyarától, ha szag van, nyugodtan menjenek és nézik. Azt a fajta szagot, ami arányosan abban a lépésben megvalósítható, de úgy gondolom a nagyságrendiben igen, tiszta lappal kell, hogy induljunk. Melyik lesz a legkényesebb kérdés önnél? Tehát aminél bizonytalan, hogy azért az még okozhat ezek után? Az szóval. Állattartó telepek, mert nehéz szétválasztani, hisz mindegyiknek ugyanaz a szaga van. És azért bárhol a városban a széljárástól függően, ugye több helyről jöhet be. De mondja, mi történik akkor, hogyha továbbra is marad önön a céltán? Hát nézze, után, mert azt mondta, akkor nézze, én úgy gondolom, hogy az emberek korrektek. Én hiszek benne, hisz régen élek itt, és soha nem voltak problémáink. Ami volt, mindig nyíltan beszéltünk róla. Akkor is, ha kellemetlen volt. Azok, akik ebből másfajta dolgot akarnak csinálni, hát azokkal nem tudok mit kezdeni, nem is akarok. Az politika. Igen, meg mit tudom én, micsoda. Hát csak az lehet. De igazán, amit sérelmezek, és ezt elmondtam azon a lakossági fórumon is, hogy ha igazán a szaggal foglalkoznának, az érdekelni valóban őket, akkor már engem is megkerestek volna. Akkor addig se kerestek meg, azóta se keresett meg senki. Nem az a lényeg, hogy na, hogy halad, meg tudjuk csinálni, mi lesz belőle, mire kell még számolni. Állítások vannak. Ezekkel nem lehet, ezekkel nem is akarok. Mindegy, de ez hangulatot kelt, attól függetlenül most akár megkeresik, akár nem. A hangulat az meg itt van. Oké, de hát nézze, mindenki egyszer szembesül önmagával. És azért felteszi a kérdés, hogy most jó helyre címezem ezeket a dolgokat, vagy nem. Gondolja. Hát ha nem, akkor az ilyen embereket én nem szoktam különösebben elemezni. Mindegy, de... Vannak módszereink, nem, ezeket kizárjuk a mi rendszerünkből. Nem akarunk energiát rá felhasználni. Ha így végig gondolja ezt a részt, akkor megéri ez az egész, ami most tört? Ami történt az elmúlt mondjuk 9 évben, mert mondjuk 2010-től. Hát a fehérje feldolgozását, ami a szarvasmarha... Megérte ebben a részébe belevágni, hogy hát most itt azért 70-en felül van, ugye? Jól tudom. Hogy most dolgozhatna nyugodt körülmények között nyilván kicsit talán kevesebbet egy komoly életúttal az ember háta mögött, és elégedettel. Most ehhez képest harcol olyasmivel, amiről egyébként állítja, hogy részben nem is tehet. Még egyszer, én nem szeretek fél munkát végezni. Az biztos az a kérdésnek a lényegére nem kezdenék bele ezzel a fejjel. Nem csinálnám meg. Iszonyú energia, nagyon nagy probléma, és hát sajnos okozott probléma is lett belőle. De ugye más az, amikor valaki kimegy egy óceánra, és ki kell menni a partra, meg eldöntheti, hogy nem megy ki. Jó, de ön most már kint van. Így van, nem vagyok, de igen, a part, mi ott vagyunk, hogy most már most látjuk a partot, mi ki fogunk menni. Igen, de ehhez sajnos, és a kérdés másik része, hát én úgy gondolom, hogy az 50 év alatt azért sokfajta dolgot csináltunk, és sokfajta helyzet jött létre. Ebben nincs olyan, ami a lakosságot negatívan érintette volna. Hát csak pozitív. Kivétel a
ez azóta, ez az utolsó időszak, ami hát őszintén ismeretlen pályára tévedtünk, nem tévedtünk, hanem mentünk, hiszen ez tudatos dolog volt, és hát valahogy be kell fejezni. Igen, csak az emberek egy része majd úgy emlegeti önt, hogy a Pett is a szagos, nyilván a nagyobb része meg az, hogy mit hozott létre. Érti, szóval nagyon fogja árnyalni a képet. Én azt gondolom, hogy igaza van mindegyiknek. Tehát ezek valós dolgok, ettől nem lehet most félreállni. Azért jöttem el most is, mert szükséget éreztem, hogy egy tájékoztatás szintjéig, de mégis a reális dolgokról beszéljünk. Ön indulatosan mondta itt 14 hónappal ezelőtt, hogy ha mégis, akkor bezárjuk. Benne van még ez, vagy ez most már teljesen? Nézze, én azt nem használtam volna azt a kifejezést, hogy ha nem láttam volna a befejezésnek a végét. Én nem tettem volna bele még akármennyi összeget, nem keveset, ami soha nem fog megtérülni ebből a beruházásból, ha én nem hinnék benne. Tehát ezek fizikai kategóriák, meg biológiai kategóriák, ezek ki vannak művelve, ezeket meg lehet csinálni. Idő kell rá, és borzalmas sok hozzáállás, munka és ismeret. December 5-én közmeghallgatás lesz itt. Nyilván téma lesz ez. Ott lesz? Nem. Soha nem fogok többet ilyen helyre elmenni. Én nem tartom szükségesnek, kollégáim ott lesznek. Én úgy gondolom, nincs miről beszélni. Tehát, hogyha... Hát nekem... van miről, miről van beszélni, igen, csak hogy... A lényeg tényleg nem az, hogy tehát oldjuk meg a problémát mindenhol. Hát ha meg fogjuk csinálni a szarvasmarhát, attól még lesz szag. Na de hát most elnézést, azért minimum korrektségnek azért mindenkibe lenni kéne. Tehát ezeket tegyük helyére, hogy én tudom, hogy lesz, de hát elnézést, valahol címezzék oda, ahova szó. Sokfajta eszköz rendelkezik, amivel meg lehet állapítani a forrásokat. Tehát ön el tudja mondani, hogy 2020 nyarától nagyjából... Ami a szakforrásokat illeti. Igen. Most világos, hogy a Nyíresen is, meg a többi helyen is vannak olyan szegmensek, amiket tovább viszünk. Tehát mi nem állunk meg, de az már a 10% a finomítás, amivel azért azt tudjuk, hogy a biztonságot javítjuk. Sok ilyen dolgot... 24 varázs távfelügyeletet építettünk ki. Most minden olyan tevékenységünk, ami működik, az kamerával megfigyelt és ellenőrzött. Önöknek nem érné meg a cégeknek, hogy ezeket a levegő szűrő vagy mérőberendezéseket közösen is telepítessék ide? Az a baj, hogy mivel egy irányból mennek a dolgok, ami összejátszik, abban nem biztos, hogy ki fogja azt tudni, de én örülnék neki, ezt beszéltünk már. Hát ezt úgy is meg lehetne tenni, nem, hogy lépcsőzetesen elhelyezni ezeket a bizonyos... Én nem is olyan ezt a technikát. Hát én csak most gondolom, hát, hogy úgy is erről mondta, én mondtam, hogy én abszolút támogatom, de nem ismerem, hogy mit tud ez. Mert esetleg abból kiderül, hogy tényleg honnan jön. Egyetértek vele, hát minden ilyen eszközt igénybe kell lesz venni, én kérem is, mert valahol a végére kell járni ennek a folyamatnak. Én egy másfél-két évet szánok erre, hogy a mi részünkről lezárjuk, és én utána átadom a kollégáimnak. Ezt szerettem volna bemutatni őket, akik már átvették, vagy átveszik. De akkor viszont úgy adja át, hogy ön szerint kerek a történet. Igen, pontosan, tehát onnantól a szándékossági vagy fegyelmezetlenségi kategória. Tehát én úgy szeretnék visszavonulni a valóságban, hogy biztos legyek abban, hogy amit itt hagyok, az a lakosságnak nem fog kellemetlenséget okozni. Na, szerintem ez lehet is végszó. Maradjunk ennyiben. Köszönöm önnek, hogy eljött önöknek a figyelmet. Hát mi meglátjuk, illetve megtapasztaljuk, hogy ezek a beruházások, illetve ha máshol talán tervezett, talán el is kezdett beruházások, fejlesztések, mennyire javítják meg a helyzetet, hogy ne legyen olyan, mint amit itt olvasok, hogy 2018. szeptember 19-ek után 26 nap volt, amikor bűzzel kapcsolatos bejelentés érkezett a hatóságokhoz. Remélhetőleg a következő évektől kezdve ez már lényegesen kisebb lesz. Azért még egyszer tegyük hozzá, hogy olyan nem lehet, hogy valami akármilyen havária vagy más problémából, de azt jelenteni kell.
Világos. Azt tudjuk, hogy az most megállítani, hogy mit kell csinálni, és annak behatározni. De az elég minimális lehet. Hát az, az egy, az, a, az a, amikor, amit nem lehet kiszámolni. Hát de nem normális, hogyha havária van hetente. Ennek olyan mondani. Dolgok, ami, mit tudom én, valami szétesik, vagy szét... Értjük, jó. Tehát ezek nem számolható. Ezt ne bonyolítsuk tovább. Nem. Olyan jól fejezte be az előbb, sajnálom ezzel, de nem baj. Jó, tehát akkor... Abban maradtunk, hogy ha mégis onnan valami, akkor az havária eset. Hát meg az jegyzőkönyvben ellenőrizhető, mert mi abszolút nyomon követhető megoldásokat csinálunk. Rendben. Auditálható és nyomon követhető. Az mind világos lesz, azt fel kell vállalni. Az nem fogja ezeket a hatásokat reprezentálni. Rendben van. Köszönöm szépen önnek is, önöknek is a figyelmet. Viszontlátásra.